Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Jó ütemben halad a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése. A városvezetésnek eltökélt célja, hogy az új munkahelyek nagy részét hazatérő nyíregyháziak és vármegyebeliek töltsék be. Rövidesen jövünk a részletekkel, híme a teljes kínálat. Az a várják a fiatalokat. 640 hektáron fejlesztik a Nyíregyházi Ipari Parkot. A képalkotás mestere, vármegyei primadíjat vett át Csutkai Csaba. Felújítás összefogásból megújult a zsidó temető Fehérgyarmaton. A jövő a fiataloké, nekik is szól a munkahelyteremtés, ezt mondta Kovács Ferenc a Nyíregyházi Ipari Park őszi helyszíni bejárásán. Nyíregyháza polgármestere hozzátette, azt szeretnék elérni, hogy akik elmennek tanulni vagy itt végeznek, azok valamennyien itt helyezkedjenek el és itt tervezzék a jövőjüket. A 640 hektáron zajló komplex ipari park fejlesztés több ütemben valósul meg a magyar kormány támogatásával 192 milliárd forintból. Már a befektetők is dolgoznak a Nyíregyházi Ipari Park területén, ahol a két részből álló első ütem munkálatai zajlanak. Ennek megfelelően az alapozás keretében folynak a földmunkák, az útépítés és a közműépítés. Az első ütem mintegy 40 milliárd forintból valósul meg 2025 májusáig. A zajló komplex projekt a 2019-ben elfogadott befektetés ösztönzési stratégia részeként az ipari területek fejlesztését célozza. Ilyen beruházás Nyíregyházán még soha nem volt, a megyében sem. Tehát ami itt mögöttünk van, ez az alállomás 184 megawattot tud biztosítani néhány hónap múlva. 557 megawattra van a kapacitás, ez a paksi erőmű egy blokkját jelenti, csak hogy nagyságrendileg, de tudjuk, hogy a világszínvonalon dolgozó modern cégek, ezek a beruházások már ezt igénylik, tehát a villanyáram biztosítása az elengedhetetlen. De ami nem látszik, például a földgáz, elkészült az egész vezetékrendszer, első ütemben 12 ezer köbméter, aztán 30 ezerig tud szolgáltatni, biztosítani. Olyan vezetékrendszert építettük, ugye nem látszik a víz, az ivóvíz és a szennyvíz, a beruházás, ami már próbaüzem van. Láthatjuk, hogy nagy távolságon a kerékpárút és az út között, ez azért van, mert minden legmodernebb a hírközlést és informatikát is beleértve, közmű infrastruktúrát ide tudunk tenni, és ez egyébként a biztonságot is szolgálja, mert itt remélhetőleg óriási teherforgalom is lesz. Hát ez egy akkora beruházás, amit ugye én 5 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor legalább a következő 50 évre meghatározza nem csak Nyíregyháza, az egész megye jövőjét. Mert hogy az itt dolgozó, a nyíregyházi nagy cégeknél dolgozó emberek fele az bejár, a megyéből jár be, és csak a fele Nyíregyháza, egy nyíregyházi, és ugye itt pedig már most 5-6 ezer munkahelyen számolunk a következő 5 évre, tehát ezt el lehet osztani kétfelé, ez valószínűleg így lesz, és leginkább amit kiemelnék, hogy a fiataloknak. A jövő, hát a jövő a fiataloké, fiataloknak is szól ez a munkahelyteremtés. Azt szeretnénk elérni, hogy akik elmennek tanulni, vagy itt végeznek, itt helyezkedjenek el, itt éljenek, itt tervezzék a jövőjüket. Nagyon sokan ezt teszik, csak nagyon kis arányban tudták ezt megvalósítani. Ehhez két dolog mindenképp szükséges, a munkahely, színvonalas, nyilván jó fizető, stabil, jövőt jelentő munkahely, a lakhatás, és harmadikként hozzáteszem, amit úgy mondanak az utóbbi, hogy az élhető város, hát ez nagyon sok mindent jelent, ez egy komplex dolog, de jól állunk azt gondolom ebben is, sokkal jobban, mint 11-12 évvel ezelőtt. De önmagában visszatérve az ipari park is egy iszonyatos komplex beruházás. Láthattuk, ahogy jöttük, hogy közben a befektetők is dolgoznak, és össze kell, hogy érjenek a dolgok, mert a Bojszen épülete gyakorlatilag elkészült, az egy D-Bet cég, BMW beszállító, ahhoz, hogy használatvételengedélyt kapjon, ahhoz működnie kell a víz, az ivóvíz, a szennyvíz, a villanyára, mindennek. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokrétű és összehangolt feladat.
és igazából az első ütemnél járunk, ez is közel 40 milliárdos beruházást jelent, de ez május végéig befejeződik, és már a tervek elkészültek, a kiviteli tervek a második, harmadik ütemre, engedélyeztetési eljárások vannak folyamatban. Azt tervezzük, hogy januárban elindítjuk a második ütem kivitelezési tenderét is. Az a célunk, hogy mire az első ütem befejeződik, aláír szerződésük legyen a közbeszerzési eljárások lefolytatása után, hogy azonnal folytatódhasson a második ütem. Bár ki elégítő volt, polgármester úr válasza, én mégis meg szeretném kérdezni, hogy hány ütem látszik, illetve ez az első nyilván az alapokat is jelenti. Mondhatjuk-e ilyen szempontból a legfontosabbnak talán? Jövő héten is jönnek ide befektetők, és már meg tudjuk mutatni, hogy az ipari park infrastruktúrája hogy fog kinézni. Ráadásul ez a potenciális befektető már a partnereit is hozza, hogy nekik is, a vevőit megmutassa azt, hogy itt milyen lehetőségek vannak. Ez a három ütemről beszélünk, ez együtt 192 milliárd. És ebből 152 milliárd az, amit az önkormányzat bonyolít. 40 milliárd az külön megy, például ez a villamos energia alállomás, hát ezt a közvetlenbe a cég kapta, tehát ez is itt van, ezt az ipari parkot szolgálja. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ilyen összetett, ilyen színvonalú, ilyen volumenű, ilyen összegű beruházás nem volt még, és nagyon örülök, hogy ezt 5 év alatt sikerült eddig előrevinni. Egyrészt van egy konzorcium, van egy külön a földmunkára egy másik cég, de hát mindegyiknek nagyon sok alvállalkozója van, tehát maga ez az építkezés is sok megrendelés munkát jelent a Nyíregyház és a megyei cégeknek. Mindig arra törekszünk, hogy ha van helyi vállalkozó, aki el tudja végezni olyan színvonalon, olyan feltételek, mint a munkát, akkor ő végezze. Az ipari parkot szolgáló villamosenergia alállomás kialakítását ellátó cég közvetlen támogatásban részesült. Egy olyan területre kellett behozniuk egy meghatározott ütemterv szerint 2 jelentős transformátortestet, amely 71 néhány tonna darabja, amely területen még munkavégzés zajlott, és tudtuk, hogy november elején ők szállítani fogják ezt a két alkatrészt, és ennek a 2 70 tonnás berendezésnek ahhoz, hogy ide be tudjon szállítódni, nyilván a mi útépítési munkátoknak is megfelelő ütemben kellett zajlani, azzal, hogy még előtte viszont kábelfektetési munkálatokat is végzett az Opusztitász, az utak alatt különböző területeken van kábelfektetési munka, ami nyilván ezt megelőzte az útépítési munkálatokat, illetőleg az Opus Tigáz ZRT pedig ugye az acélvezeték hálózatát fektette. Tehát áprilisban elkezdték a munkát a kollégák, ugye februárban már zajlott itt a földmunkának a munkája, az egyik szerződött partnerünk már a földmunkát februártól végezte, és áprilisban kezdtük el azt a munkát, aminek az eredményeként most eljutottunk odáig, hogy már november elején egy ilyen állapotú úttest volt, ahol be tudta szállítani az Opusztitász ezt a 2 alkatrészt. Érdekességként a teljesítménye ennek a NIP2-nek 557 maga, ebből 184 megavoltamper teljesítmény lesz kiszolgálható reményeink szerint idén évvégén, jövő év elején. Az 557 megának a teljesítménye, ez olyan háttérfejlesztések kellenek az észak-kelet-magyarországi áramhálózaton, amely alkalmassá teszi, hogy ez leadható legyen ez a teljesítmény itt. Ezt tudni kell, hogy középfeszültségen és nagyfeszültségen csatlakozási pontokat jelent, hiszen vannak olyan beruházók, akik nagyfeszültségen vannak, akik középfeszültségen vételeznek áramot, attól függően, hogy milyen kapacitásokat vesznek igénybe. Ami érdekesség, és itt már megint az együttműködés már tervezőasztalnál is az Opusztitász ZRT-vel, hogy amikor mi most kialakítjuk ezeket az utakat, mellette a kerékpárút hálózatot,
Ez tulajdonképpen egy 50 méteres közműsárnak nevezzük ezt, amiben van egy úttest, útpatka, közvilágítási oszlopok, kerékpárút, és vannak benne olyan szabad területeket hagytunk, amelyek alkalmasak arra, hogy a későbbiekben az iparipar területére befektetők számára az elektromos energiához szükséges földkábelek elhelyezhetőek legyenek, és ezáltal az egész terület kiszolgálható legyen. Természetesen van még csapadékvízhálózat, meg IT-szennyvíz, vízvezeték is ebben a közműsárban, de valójában 2023-ban kezdtük januárban azt a tervezési munkát, ami az első ütemű tervek, amiket most kivitelezünk, 2023 nyarán elkészültek, és azt közbeszerzés követően 24 februárban kezdtük el. Tehát ezek így épülnek egymásra, és egy érdekesség például, hogy az első ütemű kivitelezési munkálatoknak már ki kellett tekintenünk arra, hogy a második és harmadik ütemben milyen víz és szennyvízvezeték, szennyvízkapacitások lesznek itt elérhetőek, és azok a víz és szennyvízvezetékek, amelyek már most a földben vannak és zajlik a próbaüzemünk, ezek olyan kapacitások, amik a harmadik ütemnek a kiszolgálására is alkalmasak. A második ütem tervezése pedig most van folyamatban, az engedélyek megszerzése zajlik jelenleg. Nagyság 49 darab vízjogi létesítési engedélyt szerzünk, meg 7 útépítési engedélyt, 2 pontforrás létesítési engedélyt, 7 magasépítési engedélyt, illetőleg hírközlési hatóságtól is beszerzünk még 7 engedélyt. Tehát összességében ez a második ütem is egy jelentős falat. Terveink szerint idén befejezzük a engedélyezési és kivitelezési szakaszt, közbeszerzési eljárások előkészítését követően bízunk abban, hogy jövő nyár közepén esetlegesen már a második ütemi munkavégzés is elkezdődhet. Tehát látható, hogy elindult 23. januárban egy tervezés, utána a kivitelezés, és mire a második ütem tervezése befejeződik, közbeszerzés és reményeink szerint az első ütem kivitelezési munkálatainak lezárását követően folytathatjuk a munkát a második ütemmel. Hétfői műsorunkban Nyéki Zsolt személyében már volt alkalmunk vendégül látni a Vármegyei Prima Gála egyik díjazottját. A 18. alkalommal életre hívott ceremónián magyar képző és iparművészeti kategóriában Csutkai Csaba életpályáját ismerték el. A nyíregyházi fotóművész nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat műsorunkba. Jó estét kívánok, köszöntelek, tegeződni fogunk. Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Mindenek előtt szívből gratulálok, azt hiszem, hogy nagyon jó helyre került ez az elismerés. 50 évről beszélünk, azért ez nem kis idő. Hogyan barátkoztál meg, hogyan keltette fel az érdeklődésedet egyáltalán a fényképezés? Annak idején a múlt században, a 60-as évek vége felé keresztapám jó voltából bele tudtam kukkantani a sötétkamra, a fürdőszoba rejtelme, amikor az fotólaborra alakult, és már ott éreztem egy kis misztikumot, amikor minden piros fényben vegyszerek, sötétség, és valami felvillan egy pillanat, rövid idő alatt, és aztán egy üres fehér papírból előjön egy kép, és ez egyszerűen csoda volt. Na, ez volt talán a legelső ilyen emlékezés erre a dologra, hogy most emlékezésem erre a dologra, és aztán majd barátokkal, ismerősökkel összefutottunk, és hasonlóképpen történtek laborálások. És ez is még a nagyon fiatal korban volt. Itt a Salamon Pisték Lutherházban laktunk, az ő fürdőszobájukban ismét eljött, akkor Pap Tibi barátoméknál, akkor ők is lutherháziak voltak, ott megint csak előjött ez a dolog, de még mindig nem volt döntés, és én sportoltam diákkoromban elég sokat általános iskolában, és Tatos tanár úr volt a kosárlabdáztam ekkora magasságba, hát akkor még ez lehet, hogy még magasnak számított. Vagy és, nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. És igazából kikerültem egy edzőtáborba Ungvárra, Kárpátaljára, és ott vettem, volt annyi pénzem, vagy ügyeskedtem, vettem egy filmfelvőgépet, egy Aurora nevezető filmfelvőgépet, és elkezdődött ez az egész vonulat is, 69-et írtunk, 1969-et, és filmezéssel indult el a képalkotási folyamatom. És ebből egy élethivatás is lett, nem csak művészet, hanem egy megélhetési vállalkozás. Annak idején a fényképezés, a fényképészet, ez egy jó megélhetés volt, jó szakma. Én akkor nem láttam rá, hogy ebben mennyi pénz van, és nem is annyira a fényképészet, mint szolgáltató dolog érdekelt, hanem valóban az a misztikuma érdekelt, ami benne volt is, azok a
kiállítások, mert ez a másik része, hogy nagyon hamar sikerült eljutnom fotókiállításokra, nagyon szerettem a filmeket, és ezek hagytak bennem olyan nyomokat, hogy valahogy érdeklődtem maga a technika iránt, bekerültem az El Nagy Laci bácsi féle vezette nyíri AFK-ba, és még mindig csak 16 éves, 17 éves voltam, ahol valóban olyan információkat, olyan okításokban volt részem is látni az amatőr filmeseket, Bogdányi Feri, Ráskó Feri, Millei Lajos, tehát itt most sok-sok nevet lehet mondani, a Hudivók János bácsi, tehát nagyon-nagyon izgalmas közösség volt ez a nyíri AFK, ami nem csak gyakorlati dolgokról szólt, hanem esztétikai dolgokról. Hát ez természetesen az El Nagy Laci bácsi révén, aki maga is pszichológus volt, ő ehhez nagyon értett, és rávezetett minket arra az ismeretre, ami több volt, mint egy egyszerű családi fényképezés, és valóan innen indultak el azok a dolgok, hogy először a animáció felé vettem az irányt, ahol megmozdultak poharak, cipők, és babok is, tehát sok minden megpróbáltam, ami életre kell, és aztán mellette párhuzamosan a fotó is. A tartalom az mennyire volt ebben fontos, mint inkább a megjelenítés, vagy az, hogy a részletekre, vagy olyan látásmódot megmutatni a nézőknek, ami egy hétköznapi ember nem biztos, hogy úgy lát, ahogy te azt megmutattad. Van egy érzésem, hogy közel álltam inkább a tartalmi választásokhoz, mint a formai megoldásokhoz, csak lehet, hogy ezek egy kicsit rejtettebbek voltak, lehet, hogy nem jött ki, vagy nem tudtam úgy kifejezni, ez a kezdeti ismeretanyagaim hiányából fakadhatott, de az én lelkemnek már megadta azokat az üzeneteket, hogy valami üzenet van. Legyen a szerelem, legyen az egyáltalán egy játékosság a dolgoknak. Volt ilyen kis film, hogy a Humul Ludens, ami több volt attól, hogy csak nevessünk. Tehát sok olyan összetevője volt a filmnek, ami igazából hosszú folyamatokból tud úgy kibontakozni, hogy na tudok-e valóban úgy üzenni egy filmmel, vagy tudok úgy üzenni egy fotóval, ami lehet, hogy több, mint egy képi látvány. Ez az 50 év bontható korszakokra? Akár az érdeklődés mentén, vagy valamilyen más metódus mentén? Hát én még nem összegeztem a korszakokat, de mint megoldások felé közelíteni. Tehát egyrészt én vállalkozó voltam, kisiparos, fényképész kisiparos voltam, én a fényszőben jártam tanulni, ott Bakó Bandi bácsi volt a első szakú oktatóm, majd Császár Zoli, utána pedig a Csomor Balázs, akire én nagyon-nagyon büszke vagyok, ő vitt el engem az első munkahelyemre is, ez a Szabos Filmstúdió volt, a József Attila Művelődési Ház keretén belül működő filmstúdió. Nagyon hamar bekerültem egy ilyen helyzetre, de a vállalkozás az majd azután jött, miután megszűnt nekem a filmstúdió vezetői állásom, az egy kis affér miatt, félreértés miatt, ami nekem nem tűnt félreértésnek, de ez olyan irányba terelt, hogy azt mondta apám, hogy fiam, neked egyedül kell dolgozni, neked meg kell teremteni a te gondolati világodat, mert nem tudsz másokkal úgy alkalmazkodni. Hát először ezek jöttek le, de bölcs dolog volt, amikor javasolta, hogy melyik, tehát a mai napig nem bánom azt, hogy igen, a fényképészetet, mint szolgáltatóipart választottam, mert nagyszerű új gyakorlat volt, és ebből meg hihetetlenül jó esőérzés volt elmenni azok iránt, azok a tevékenységek iránt, ami a portréfotózásba, netán a természetfotózásba, de az a később ez visszaszorítkozott, átmenni a épület fényképezésbe, ami beteljesült a műemlékek fotózásával. Tehát mindennek lesz inkább folyamata, és nem korszakok, hanem előbb-utóbb vagy egyik, vagy a másik következik időszakonként újra és újra. Hogyan változott a fényképészet, illetve a fotóművészet a technika fejlődésével, vagy változásával? Én úgy gondolom, hogy ez a fejlődés nagyszerű dolog volt. Tehát megjelent a analóg fényképészet, tehát követőleg, ami ma is él, ma is köszöni szépen jól van, nem a szolgáltatóiparban annyira, de jött a digitális technika, ami meggyőződésem, hogy nagyon nagyszerű
vívmánya lett a 20. századnak, hogy igen, a digitális technikával gyorsabban, hamarabb kontrolláltabban lehetett készíteni felvételeket, főleg a riportás kérdésében. És én úgy hiszem, hogy én hamar megbarátkoztam, sőt lehet, hogy túl hamar is megbarátkoztam ebben a technikával. Dolgozol még analóg technikával is? Most vannak ilyen elképzelésünk, már lassan egy éve, hogy létrehozunk egy ilyen labort, és valami mindig közben is nem úgy alakultak a dolgok, de eltökélt szándékom nem amiatt, hogy én most ebből valami tevékenységet, szolgáltató ipart akarok, mert erre már úgy nincs igény. De azt már tapasztaltam, hogy van igény, sokat tanítottam fényképészeti gyakorlatokat, hogy nyitottak a fiatalok, sőt, nem csak a fiatalok járnak, felnőtt képzésben is vagyunk, nyitottak arra, hogy vajon mi is ez a régi technológia. Hát, hogyha azt nézzük, 180-200 éve van a fényképészet iparágnak, és ennek az egész csodának, és most már lassan 20 év, és ez a folyamat, ez az analóg folyamat úgy visszafejlődött, de jelen van, van film, van vegyszer, vannak nagyítók, van sötétség is. Mi az, amire a legbüszkébb vagy, ha visszatekintesz? Nagyon sok kézzelfogható eredménye van az eddigi munkásságodnak. Mi a legnagyobb szerelem, kívül, gyerek a család mellett? Kívül természetesen, tehát én valahogy a végkifejletet, hogyha úgy vesszük ebbe, én nagyon szeretem a könyves megoldásokat. És az első könyvem, amivel a félreértés is volt, az a 106 Mári parasztétel recept könyv, 75-ben vagy 76-ban jelent meg ez a könyv, Vég Antal könyvével, és már ott elkapott ez az érzés, hogy milyen jó egy kemény táblás könyvben letudni egy dolgot, ami még csak egy kezdet volt. És ez folyamatában előjött, most körülbelül 14-15 albumnál tartok, amihez köthető többek közt szóló fotókkal, fiammal együtt, Marcival, ő a grafikai megoldásokban segítkezik, és hozza láthatóvá az albumokat, de hát a könyv az, ami számomra a minden. Mi az, ami még benned van? Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időkben egyre jobban nyitott vagyok azoknak a művészeknek, kortárs művészeknek az alkotásaira, akik engem inspirálnak a saját munkáikról. Nagyon sokat fotózok most olyan témát, hogy kiállítás, meg kicsit másképpen, a riportázs egy kicsit másképpen. Nagyon érdekelnek azok, a régebben, amikor zenére készítettünk diasort, vagy netán filmet. Most én úgy érzem, hogy egy kicsit az irodalom, pontosabban a költészet felé menve, ami illusztráció kategóriát tud talán érinteni, de szeretném ezt megoldani, úgyhogy ez nem simán csak egy illusztráció, hanem önálló képi megoldások is létrejöjjenek, ami emlékeztet arra az irodalmi műre, vagy felismerve, vagy elolvasva kényszeríti rá, vagy ad esélyt arra, hogy igen, megismerjük jobban az illető költőt. Kíváncsian várjuk, és nagyon jó egészséget kívánok a további munkákhoz. Még egyszer szépből gratulálunk. Köszönöm a meghívást is. A Német Szövetségi Kormány pénzügyi támogatásával újult meg a fehérgyarmati régi zsidó temető, melynek korábban semmi nem jelölte a helyét. A projekt az európai zsidó temetők megóvására és védelmére irányuló kezdeményezés és a Mazsihisz együttműködésével jött létre. Az ünnepélyes átadóval a fiatalok figyelmét is felszeretnék hívni arra, hogy olyan esemény, ami 80 évvel ezelőtt megtörtént, ne fordulhasson elő többet. A zsidó temetőket az örökké valóságnak szánták, ezt jól lehet látni abból is, hogy a sírokra a hagyomány szerint köveket helyeztek el. A temetőkben amellett, hogy az elhunyt szeretteinkre emlékezünk, a közösségek kultúráját és identitását is őrizzük. Így kezdte beszédét a fehérgyarmati régi zsidó temető felújítását követő ünnepségen Németország rendkívül és meghatalmazott nagykövete. A köveknek is az a sorsa, hogy örökre ott maradjanak, éppen ezért a zsidó temetők az idő tanúi. Még az olyan helyeken is, ahol már nem élnek zsidók, a zsidó temetők elmondják, megmutatják nekünk, hogy ott valaha egy virágzó zsidó közösség élt.
Ezek mesélnek nekünk a zsidó közösségnek a történetéről, de ugyanakkor ezek arról is tanúskodnak, hogy lehet a zsidó életnek egy újjászületése. Éppen ezért a német szövetségi kormányzat nagyon büszke arra, hogy támogatja az AGSI-t, vagyis az európai zsidó temetők megóvására és védelmére irányuló kezdeményezést, és a Mazsihisz kezdeményezését abban, hogy megóvják és megvédik a zsidó temetőket. Grósz Andor beszédében visszaemlékezett arra, hogy ez a temető különösen rossz állapotban volt. Nehéz volt megtalálni, semmi nem jelölte a helyét, a sűrű bozót pedig a sírköveket is eltakarta. Köszöntőjében a helyi zsidóság történetét is felidézte a Mazsihisz elnöke. 1944-ben a közösségnek 708 tagja volt, közülük 108 iskoláskorú gyermek. A náci megszállást követően a helyiek együttműködésével még a városban tartózkodó zsidókat a mátészalkai gettóba zárták. A helyiek itt a kisebbséget jelenti az itteni lakosság közül. A csoportot, amit gettóba zártak a mátészalkán, nők, gyermekek, idősek alkották, hiszen a hadrafogható férfiak munkaszolgálatban ontották vérüket a hazáért, amely közben családjuk megsemmisítésére törekedett. Egy hónapig tartózkodtak mátészalkán a gettóban, mostoha körülmények között, amíg májusban a többség közönye és egy hangos kisebbség újongása közepette marha vagonokba tuszkolták őket. Az utolsó fejezete volt ez egy hosszú folyamatnak, amelynek első intézkedése 2,5 évtizeddel korábban egy ártatlanak tűnő döntés volt a zsidó hallgatók számának korlátozásáról a hazai egyetemeken. A borzalmakat a fehérgyarmatiak mintegy 10%-a érte túl. A vészkorszak után 84-en tértek haza a városba, többségük a kényszermunkatáborokból és egy kis kisebbség Auschwitzból. A túlélők újjászervezték a zsidó közösséget, de Izrael állam megalakulását követően a helyi zsidók közül 23-an kivándoroltak Izraelbe, miután a többiek sem maradtak a városban. Ezzel mintegy 2 évszázad után végleg megszűnt a fehér gyarmatú zsidó hitközség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontos, hogy a fiatalok, akik ma fehér gyarmat utcán járnak, megismerjék a vészkorszak történelmét. Nagy érték, hogy olyan generációk jönnek ki a tanintézményekből, akik, ha másként nem is, az iskolai megemlékezéseken szembesültek a holokauszt borzalmaival, a nácik és hazai segítőjük rémtetteivel. Azonban a Shoah, ahogy mondják ezt az időszakot a héber nyelven, a társadalmi emlékezet szerves részévé akkor válik, ha felnőttként az emlékhelyeken, a még működő zsinagógáknál, a kultúrházakká, könyvtárakká vagy utóraktárakká alakított templomainknál, az emléktábláknál és a botlatóköveknél, vagy akár a fehérgyarmati kézsidó temető egyikénél megemlékezni látjuk őket. A kutatások azt mutatják, hogy szélsőséges eszmék csoportok nem tűntek el teljesen, még a mi társadalmunkból sem, itt Magyarországon. Megbízható felmérések szerint a mai magyar társadalom jelentős része, mintegy 20%-a egyetért bizonyos antiszemita megnyilvánulásokkal, illetve megállapításokkal. Hozzátette, Magyarországon ma a zsidóság nyugodt körülmények között él. Ezt a gondolatot kiegészítve Tilki Attila hozzátette, hogy elfogadhatatlan a lappangó antiszemitizmus. El kell menni mindenkinek élete során egy koncentrációs táborba. Én Buchenwaldban voltam, és akkor ott az ember meggyőződik arról, hogy mi hova vezethet, hogyha hagyjuk, hogy a társadalomban ilyen típusú erők munkálkodjanak, és sajnos látjuk ezt nyugaton. Döbbenetes volt számomra, hogy zsidó embereknek bujkálni kell Amsterdamban, mert makabé szurkolók. De én az európai munkám során látom azt, hogy sajnos egyre több a zsidó ellenes hang, akár politikus társaimtól is a nyugati világban. Én úgy gondolom, hogy elejét kell venni ennek, mert mi itt Magyarországon látjuk azt, láttuk azt, és láttuk azt a második világháborúban, Európában, hogy mi történt. És elfogadhatatlannak tartom, ha Franciaországban egy zsidó embernek félnie kell. Nem szabad hordani a Dávid csillagot, mert félnie kell attól, hogy valaki észreveszi, hogy zsidó ember, de ez ugyanúgy igaz Berlinre, ugyanúgy
igaz Németországra, és európai nagyvárosokra Magyarországon, ahogy én láttam és voltam, persze megerősítettek a zsinagógák védelmi szempontból, de így nyugodtan közlekedhetnek. Mi látjuk azt, hogyha Budapestről jövünk autóval, hogy a csodarabbik sírjához, akár Bodrog keresztúrhoz, akár Nagykálóhoz, Nagykálóban nagyon sok zsidó, ortodox zsidó ember érkezik, akit öltözete alapján föl lehet ismerni, sehol nem láttunk és nem tapasztaltunk semmiféle atrocitást. És én azt szeretném, hogyha ez így is lenne tovább, és ezért kell fölhívni a fiatalok figyelmét, akár ilyen temető felújítással is, hogy nem játék az antiszemitizmus. Az országgyűlési képviselő ezt a gondolatmenetet a beszédében is megerősítette. Van veszély a rejtett és titkolt antiszemitizmusnak, hiszen ha csak a nyugati, az Amerikai Egyesült Államok elit egyetemeit, a Yale-t, a Howard, a Columbia egyetemeket nézzük meg, az úgynevezett Borostyán Líg egyetemeket, ott sorozatos a zsidók elleni, a zsidó egyetemisták, fiatalok elleni erőszak. És ezt nem engedhetjük meg. Hála Istennek, a magyar kormány együttműködésével is Magyarországon ilyen nincs. És arra kérlek benneteket, akik tényleg ott voltak az előadáson, meg akik nem is. YouTube-on is van fent egy jó pár olyan videó, ami zsidók történetével foglalkozik. Van egy jó pár olyan film, amit érdemes megnézni, mert csak tanulhatunk belőle. És tényleg arra gondoljatok, és ajánlom ezt a Edith Éva Jéger könyvét, főleg a hölgyeknek. Nagyon jó táncos volt egyébként, és táncolnia kellett Auschwitzban a németek kérésére, de túlélte. Nem csak a holokauszt túlélésről szól a könyv, hanem a trauma feldolgozásáról is. És leírja, hogy mindig van választás. A Fehérgyarmaton élő zsidó kereskedelmi tevékenységeikkel és közéleti szerepvállalásukkal aktívan hozzájárultak a város polgári fejlődéséhez, emelte ki a város polgármestere. Olyan polgári létesítmények, mint például a kaszinó megépülhetett a városban, illetve újságírás történt, tehát újságkiadás, gyógyszertár működött, orvosok, ügyvédek és kereskedők voltak a városban. Ez mind-mind azt mutatja, hogy a zsidó közösség aktívan kivette részét a város gazdasági életéből, és egy olyan gazdasági környezetet teremtett, amely Fehérgyarmat fejlődésében meghatározó szerepet játszott. Ezért is gondolja úgy, hogy a fehérgyarmati zsidók emlékét és temetkezési helyét illik ápolni és karbantartani. Németország pénzügyi támogatásával Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében 2021-ben több mint 300 zsidó temetőt mértek fel, közülük 11 kapott új kerítést. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!